Mindenkit befogad a szekszárdi hajléktalan szálló, ugyanis hétfőn országosan életbe lépett a hőség miatti vörös kód. Ilyenkor sokkal enyhébbek a szabályok, minimális feltételek is elegendőek a szállóba történő felvételhez, mondja Szücs László, az intézmény szakmai vezetője. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ügyfeleink számára meghosszabbított nyitvatartással működik a nappali melegedő, este 8 óráig vehetik igénybe az ügyfeleink, klimatizált természetesen a helyiségünk. Nagyon szeretik az ügyfelek, mert tényleg egy nagyon kellemes hőmérsékletet tudunk csinálni, illetve az utcán közterületen élő ügyfeleknek viszik a kollégák a vizet. Az intézmény normál befogadó képessége 25 fő. Ez azt jelenti, hogy éjszakára 20 férfit, a női részlegen pedig 5 nőt tudnak elszállásolni, illetve rendelkeznek egy 50 fős nappali melegedővel. A menedék vezetőjének elmondása szerint még nem volt olyan eset, hogy helyhiány miatt valakit el kellett volna küldeni. A hőség ellenére mégis vannak, akik nem szeretnének élni a szolgáltatásokkal. Őket vízzel és tanácsokkal látják el a szociális dolgozók. Aki nem akar bemenni az intézménybe, semmilyen módon nem tudjuk rávenni, neki praktikus tanácsokat adunk, nyilván az időjárás helyzet és egyéb személyes problémáikhoz kötődően. Ilyenkor azért az elsődleges tanács, hogy menjenek árnyékba, kevesebb alkoholt fogyasszanak, mert bármennyire folyadék, de az nem segít. A riasztás az előrejelzések alapján csütörtök reggel 8 óráig lesz érvényben.